Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket így az utolsó tanítási napon, amikor már mindenki tele van izgalommal, várja a karácsonyt. És gondolom az utóbbi napok azzal teltek, hogy azon gondolkodtatok, hogy mivel tudnátok meglepni a szüleiteket. Én arra kérlek benneteket, hogy amikor a kis zsebpénzeteket számolgatjátok, hogy mit is vásárolhatnátok az anyukátoknak, az apukátoknak, a testvéreteknek, akkor ezt gyorsan tegyétek el a pénztárcátokba vissza, és költsétek el majd. Mondjuk az ünnepek után. És az ünnepre ajándékozzatok a szüleiteknek valamilyen élményt. Tanulj meg egy szép verset, tanulj meg egy szép dalt. Add elő karácsony este az ünnepség alatt, amit a családotokban tartotok. Hidd el az élményre, sokkal jobban fog emlékezni mindenki, mint arra a tárgyra, amit most kap. Gondolj vissza, kutass egy kicsit a lelkedben. Emlékszel-e még arra a tárgyra, amit tavaly karácsonykor kaptál? Vagy már el is felejtetted, hogy mi volt az? Hidd el nekem az élményekre, mindig mindenki emlékezni fog, hogy ajándékoztak a szüleidet valamilyen élménnyel. Mi is erre készültünk most a kis színjátszókkal, hogy egy élménnyel ajándékozzunk meg benneteket itt karácsony előtt. Kívánom, hogy tegyétek el a szívetekbe, és emlékezzetek rá sokáig. A színdarab, amit előadunk, a kék madár, ezután pedig a Márki néni a irodalom szakköröseivel szeretne még nektek egy kis meglepetést átújtani. Thank you.
sötétség volt, amit csak így arra ütött megvalósított. Thank you.
magyar szakterülön, a magyar szakterülösökben írtunk egy újévi jó kívánság ritmust, ezt szeretnék most elmondani nektek. Jöjjenek ki a következőt.